Mivel egy évvel ezelőtt történt meg a panelházaknak, a Szivárvány utcának a panel felújítása, gyakorlatilag ugye itt a panel program keretén belül a lakásokra nagy összeg, ugye azt tudjuk, hogy 500 000 a magánember részéről, 500 000 az állam, 500 000 az önkormányzat részéről bele lett áldozva. Egy lakó megkeresett, akinek a cég kimutatása szerint még 200 000 forint fűtési díjat, nagyjából 200 000 forintot be kellene fizetni, és én úgy gondoltam, hogy itt valami talán műszakilag esetleg nincsen rendben, és kértem azt, hogy azzal a céggel, akit a bizonyos költségmegosztókat felszerelte, még egyszer üljünk le, és akkor próbáljuk végigbeszélni, mert nehezen hihető el, hogy az egyik lakásban 300 000 forint mondjuk egy szezonbeli fűtési díj, a másikban meg 35 000 forint. Önkormányzatnak ebben jogilag nincsen beleszólása a ház döntéseibe. Itt csak mellesleg jegyzem meg, hogy azért adott hozzá a város a felújításhoz egy 50 000 000 forintot. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen nekünk is figyelemmel kell kísérni. És akkor érdekességképpen mondom, hogy a legtöbb probléma azokban a házakban fordul elő, ahol ez a költségmegosztós rendszer működik. Ezek a készülékek, ezek a fogyasztásra, a radiátoron leadott hővel kapcsolatos fogyasztást regisztrálják, és egy utóelszámolásra biztosítanak lehetőséget. Viszont az utóelszámolással kapcsolatosan a társasháznak a döntési jogkörébe tartozott egészen napjainkig annak eldöntése, hogy hol milyen kompenzációs tényezőt vesz figyelembe. A költségosztás az a lakás fogyasztásának a rész arányelő bomlik, és a radiátorokon mért költségosztás alapján fizetik a lakók ezt az összeget. Igazándiból azokkal a lakókkal van egy kicsit kiszúrva, akik szélső lakók, illetve mondjuk egy átjáró alatt vannak, vagy fűtetlen helység mellett vannak, mert nekik ugye többet kell fűteniük, és ők nem csak a... Tehát ő nem tudja lezárni a fűtést, mert különben meg fog fagyni a lakásba, értjük kívül mínusz 20 fok van, ő neki tartani kell ezt a hőmérsékletet, viszont a mellette lévő lakónak, ugye emiatt ott csak egy 10 centis betonfal van, vasbeton, ráadásul nagyon jól vezeti a hőt, neki a radiátort szépen le lehet tekerni, mert ugye gyakorlatilag ez a szélső lakó felfűti őt is. A társasháznak gyakorlatilag egy döntési helyzete van ebben az esetben, az, hogy eldöntheti, hogy 30% és 50% között választhatja ki a légköbméter arányos felosztást, tehát a hőenergia egy részét a lakások mérete alapján lehet felosztani, ez ebben dönthet, viszont a kompenzációs tényezőket, amiről az előbb beszéltem, az a rendeletnek egy melléklete, az kötelezően alkalmazni kell, tehát nem adja a társaság döntési kompetenciájába, hogy alkalmaz-e, milyen mértékben alkalmaz. A másik dolog, fűtési szezon előtt kell eldönteni a társasháznak, hogy akarja-e a fűtési szezon végén a költségmegosztókat, és ezt az egy döntést, hogy 30% és 50% közé hova teszi a társasház, ezt a döntést menet közben, vagy utólag már meg nem változtathatja. És van még egy nagyon érdekes momentum ennek a kormányrendeletnek, lekorlátozza maximálisan lakásra jutó hőfelhasználás mértékét. Magyarországon is a felfogást az emberekben meg kell változtatnunk. Ugye, ha egy ember oda költözik, vagy egy lakás, egy család oda költözik egy panelbe, kivesz egy 52, vagy megvesz egy 52 négyzetméteres lakást, nem arról van szó, hogy azt a középső lakást vette meg, ahol nincsenek külső határoló felületek. Tehát el kell dönteni azt a lakónak, ha ő oda költözik, azzal a külső felületet is vett, korrekciós tényezőket kell alkalmaznunk azért, hogy a szélső lakók ne utólagosan 180 000 forintot fizessenek, a mellette lévő lakó, meg aki ugye letekerte a fűtést azért, mert a szélső lakó kifűtötte, ő meg visszakapja a 70 000 forintját, nem erről van szó. Igaz, hogy ezek a korrekciós tényezők megvannak, az ISTA alkalmazza azokat a kormányrendeleteket, amik érvényben van. Ez a kormányrendelet csak szeptember 1-től lépett életbe, visszamenőleges hatállyal nem csak a következő időszakra. Ezt a jelenlegi helyzetet, ami ezt a konfliktust okozza, mert ezt valamilyen szinten szeretnénk megoldani, illetve szeretnénk a társasházat, hogy így mondjam, szakmailag egy jó döntés meghozatalában érdekelté tenni. Mindenképpen a jó megoldás az, és én is azt erőltettem most itt a közgyűlésen, hogy nem szabad eltörölni ezeket a költségosztókat, meg kell hagyni, ha már fönt van, az jó dolog, viszont a légköbméter alapján történő elszámolásnak azt minél nagyobb hányadba kell hoznunk. Tehát most a rendeletek azt teszik lehetővé, hogy 50%-ban legyen elszámolva a légköbméter alapján, és a másik maradék 50% az pedig a költségosztás alapján.
Az én szívem szerint ezt még tovább növelném, ha lehetne, akkor 70% a légköbméter alapján, 30% a költségosztás alapján. Ez azért is jó, tegyük fel, hogy én elutazom, tél van, elutazom egy hónapra. A mellett én letekerem szépen a radiátorokat, termosztatikus szelepek lezárnak, 10-12 fok, 15 fok lesz a lakásba, még így is, azért, mert a mellettem lévő kifűt engem. Ugye így gyakorlatilag azt jelenti, hogy légköbméter alapján most is fizetek be egy minimális összeget, gyakorlatilag ez a minimális összeg az, amivel engem a mellettem lévő fűtött. Ha viszont én hazajövök, és azt akarom, hogy meleg legyen, akár legyen 25 fok, ugye akkor a költségosztók már elkezd feltekerem a radiátort, költségosztók elkezdenek majd szépen mérni. Azt a többletet ki fogom fizetni. Tehát ez így egy működőképes rendszer lehet, és az jó lehet így. Igazándiból arra kell rájönni, ennek több évnek még el kell tennie nálunk itthon, hogy igazándiból mennyi ez az arány, tehát ez az 50-50%. Én azt, ahogy számogattam, ez most sem lesz jó, és én azt gyanítom, hogy jövőre és jövő után is fogunk meg itt találkozni, addig, amíg nem fogjuk elérni ezt a bizonyos 70% légköbméter és 30%-os költségosztós dolgot. Tehát ezt e felé kell elbillentenünk, és nincs mese. Szerencsére sikerült meggyőzni a lakóközösséget arról, még azokat is nagy nehezen, illetve úgymond kicsit kevesebben is voltak, és a szavazás az végül is azok felé billent, akik szélső lakók, hozzáteszem. Én mindvégig magam ellen beszéltem, mert én körülbelül ugyanott vagyok, tehát most gyakorlatilag rá kell fizetnem 1000 forintot, lehet az új felállásban csak 400 forintot, de ugyanott leszek. Tehát nekem igazándiból nincsen ebbe ráció, meg én nem keresek rajta semmit. Azokat a családokat sajnálom, akik itt voltak többen, akiknek 200 ezer forintot be kell fizetni, egy nyugdíjas nő nem tudja befizetni, és azt nem értem meg a többi emberben, hogy tudja azt elnézni, és harcol az ellen. Tényleg, mintha a nyakát szorítanák, és ő küzd azért, hogy neki visszajön az a 70-80 ezer forint az előző fűtési szezonból. Ez egy tanuló év volt. Tehát az első év, ahol meg kell tanulni mindenkinek, ugye, gazdálkodni az energiával, akkor a következő évet már a rendelet értelmében szerintem korrektebből tudjuk végigcsinálni.